A Pest megyei önkormányzat és a parlamenti képviselők megkeresésére a kormány több alkalommal előterjesztés tervezeteket készített a közép-magyarországi régió szétválasztásának kérdéséről. Az előterjesztésekben kimutatták, hogy az ország szempontjából a közép-magyarországi régió egybentartása, a főváros és a megyeterület fejlesztési szoros együttműködésének biztosítása mellett azért is támogatott, hogy a főváros az EU forrásokhoz hozzáférhessen. TACS2-es régió okán, amellyel Budapesttel vagyunk egy régióban, fejlett régiónak számít, és így elesünk az Európai Uniós támogatások zömétől. Egy főre vetítve, egy harmadát sem kapja a Pest megye, mint az ország többi részében lévő konvergencia régió. Akik az ország egy harmada. Ezen belül Pest megyében 1 200 000 ember, ez egy komoly problémát jelent. Gazdaságilag is komoly problémát jelent, hiszen a kormány döntése értelmében ebben a ciklusban Európai Uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. Ebből most Pest megye kimarad, holott itt található 77 000 vállalkozás, aminek a pozícionálása, erősítése jelentős mértékben segítené azt, hogy maga Pest megye és ez a terület erősödjön, dinamizálódjon, hiszen az, hogy a vállalkozások mekkora forrást allokálhatnak fejlesztésekre, innovációra, az dönti el, hogy mennyire lesznek versenyképesek. Hogy mennyire nagy hátrány a jelenlegi állapot, azt jól mutatja, hogy az előző ciklus lezárását követően mért fejlettségi szintünk, az azt jelentette, hogy nem közelítettünk Európához, hanem távolodtunk. Tehát nem konvergáltunk, hanem divergáltunk. És a megyék sorrendjében, a KSH adatai alapján Pest megye nemhogy elől van, hanem a középmezőny elején van csak. És mindezt úgy, hogy Pest megye semmiféle támogatást nem kap ezekből a forrásokból. A folyamat, hál' Istennek, most úgy néz ki, hogy 99 óta, mióta elkezdtünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, és igyekszünk ezt az elszakadást végrehajtani, mostanra ért be, most a kormány elé fog kerülni egy előterjesztés, amit a gazdasági minisztérium készít el, amihez mi is adtunk jelentős mennyiségű információt, támogatást és adatot, mivel Pest megye is készülve erre, hogyha oda kerül a sor, akkor legyen muníciónk, egy tanulmányt készítetett dr. Csatmagdora professzorasszonnyal, amely minden olyan információt tartalmaz, ami azt mutatja, hogy Pest megyének igenis szüksége van ezekre a forrásokra. Igenis az, hogy az agglomeráció erős gazdaságilag, az még nem kompenzálja azt, hogy az ide kiköltöző lakosság infrastruktúrális fejlesztéseit, a számukra megépítendő utakat, iskolákat, óvodákat meg tudjuk csinálni. Tehát ez egy nagyon komplex történet, egy nagyon komplex folyamat, amiben a következő időszakban nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez megtörténjen, és ne közigazgatási változás legyen, hanem csak egyszerűen régióváltás, mert Pest megye önállóan is területnagysága és a lakosság aránya alapján lehet önálló NACZ2-es régió. És értelemszerűen Budapest is. És ez nem ördögtől való, hiszen Európában így van Prágában, Madridban, Berlinben, tehát vannak komoly tapasztalataink etágyban, és ez működtethető. Következő ciklusról beszélgetünk, tehát az elkezdése, de a tényleges változás szelét azt a lakosság mikor érezheti meg? Hát nagyon remélem, hogy az a Lázár János miniszter úr által bejelentett plusz forrás, amelyet hazai forrásból kívánnak juttatni Pest megyének, ez egy nagyjából 130 milliárd plusz-minusz nagyságrend, ez már érzékelhetően segítheti a megyét. És
ha ezt sikerül jól befektetnünk, jól elallokálnunk, és ez valóban gazdaságfejlesztési projekteket fog támogatni, akkor elindulhat az a fajta konvergálás Európához, amit hiányolunk, amire szükségünk lenne. Williams Telegram.